Sziasztok! Ma folytatom a Total War Attila kívásos végigjátszásomat a római expedícióval, és mit maradt abból, hogy az előző részben például sikerült megnyerni egy jó nagy csatát a berberek ellen, ugye? Egy admirálissal, meg egy hadvezérrel, meg ugye egy gyengébb városi őrség és városi flotta, és egész jó nagy győzelem volt. Na már most, majdnem csapatot veszítettem. Ugye megtámadtam ezt a csapatot, hogy mentsen egyet a játék, de irány erre, mert el akarom foglalni Pomariát. A városi őrség az elég gyenge, szóval nem lesz probléma. A hadvezérem pedig ugye Belisarius elérte a 10-es szintet, szóval még tudom fejleszteni a védekező képességet gyalogságnak. Szerintem az lenne a legjobb. Igen, védekező képesség és védekező képesség. Ugyebár az egységeimnek 56-os védekező képessége van a lándzsásoknak, 35-ös a fejszéseknek, lovasságnak pedig 56, ebben a seregben pedig 51, 30 és 50. Szóval jóval erősebb a védekező képességük ugye Belisarius irányítása alatt. Rendben. Igen, tudnák kihelyezni helytartót. Király. Ámbár... Például ez a csávó jó lenne, csak annyi az egész nagyon kevés autória van, ugye? Legyen ez. Mindegy, többi annyira nem számít. Ennek a csávónak több autoria van. Ja, inkább szerintem ő lesz az izé. Ő lesz a helytartó. Rendben, a következő körben helytartó lesz belőle. Berberek pedig békét akarnak. Hát, arról nem is lehet szó. Oh, hello. Francba. Hát persze, flotta. Jó, mindegy. Na ja, valójában egész addig még a főépület nincs átépítve, nem kéne védtelenül hagyjam a városokat. Egyáltalán nem jó ötlet. Ja, pont emiatt. Enébe. Mert ugye a flották a tengeren ugye nagyon nagyokat tudnak lépni. Sokat. Mi ez? Consumption? Hát persze. Mindegy, sereggel ide. És kéne ez, és ez. Meg kell hívjak egy hadvezért ide, mivel nincs városi őrség, és hogyha megtámadják, akkor pedig besegít a sereg. Jó, és akkor ebből a csávóból pedig, ugye, belőle lesz olyan, hogy helytartó. Király, és kell ez. Plusz ugye itt átépítettem a főépületet, így most már van rendes városi őrség, ezért szerintem már nem fogják csak úgy megtámadni. Oké. Nagyon helyes. Meglepő arány volt amúgy. Két kör, mi?
Oké, szerintem így nem fogják megtámadni. Itt pedig egész közel vagyok egy lázadáshoz. Már az élelem hiány miatt. Oké, ha ezt megépítem, akkor valójában plusz 20 élelmet kapok, ami pont, hogy megoldja a problémát. Vagy átváltok erre. Kapok még több élelmet. Minusz 2 sanitation. Az nagyon sok, sajnos. Itt nagyon kevés az élelem. Ha ez és ez megépül, ugye akkor már nem lesz elegendő élelmem, ezért fejlesztenem kell a farmot és a halászkikötőt. Rendben, legyen egy körváltás. Amúgy valójában amiatt, hogy kifosztották például ugye azt a várost, nem is igazán okoztak nagy problémát, mivel az átépítés ugyanúgy folytatódott, szóval semmilyen komoly problémát nem okoztak. Oké, ott, hogy elnézem, az egyik kém támadja a ügynökömet. Várjunk, nem üzentem hadat ennek a népnek? Valójában most fedeztem fel őket, szóval mindegy. Az előző részben nem fedeztem fel őket. Wow. Mi a... Western Separatists? Itt vannak... Valójában... Itt vannak fent. Ah. You are welcome, although my ancestors and people. Okay. Hány területe van ezeknek? 10. Akkor lehet, hogy valójában ott fent. Okay, mindegy, akkor. Elég jel vannak terjeszkedve amúgy. Ready for orders. We hunger for battle. Jó, ezt fejleszteni kéne. Ezt is fejleszteni kell. Itt van élelem és közrend is. Gondolom élelem azért, mert ugye átváltottam erre, plusz 17-et kapok. A izé miatt, mert ősz van ugye. Ezt is meg kell építeni. Következő körben pedig meg lesz ez a technológia. Várjunk, valójában nincs élelmük. Rendben, lehet, hogy... Nem tudok lépni? Ó. Nem tudok lépni, mert blokkolta az ügynököt. Oké, nem probléma. Megoldható. Ah, király. Tűrhető veszteség. És ezzel meglett a teljes provincia, király. Ez nem kell, ez kell, majd át kell építsem idővel.
Ja, szintén. Mondjuk ide valójában izét építeni, guardhouse-t. Oké, sikerült megszerezni ugye könnyedén a várost. Ennyi az egész, hogy valójában ennek a helyére építek inkább guardhouse-t, mivel itt kevés az élelem. Meg kell hagyjam ugyebár a... ...szét, a farmot. Három kör és akkor átépítik a főépületet, utána ezeket le tudom rombolni. Ó, várjunk, ez az. Jaj, valójában át van építve. Cirta. Oké, azt meg tovább fejlesztem. Akkor valójában ezekre már itt nincs szükség. Nem kell fenntartást fizetni rájuk, hanem muszáj. Egész jó városi őrség, de valójában jobb is lehetne. Vagyis jobbnak kéne lennie. De sajnos nem az. Á, valójában ide kéne egy ilyen. De, hanem ez a csávó. Master Planner, wow. Plusz egy cunninggal kezd, ugye. Az nagyon jó, mert ugye a cunningot, hogyha fejlesztem, akkor minél olcsóbbak a csapatok. Minél több a cunning, ugye annál olcsóbb a csapat. Oké, szóval itt még valójában egy provincia van. Tingiz, Anfa és Rusadir. A jó nagy városi őrségekkel, bár az ellenségnek... Itt van élelme, de lehet, hogy itt, itt már nincsen. De itt is van. Oké. Rendben. Amúgy lehet, hogy lassan le kéne képezni egy másik sereget. Vagy nem. Ja, szerintem kéne. Mert hogyha el akarom foglalni Ibériát, ahhoz két sereg nem elegendő, hanem kell három. Három sereg, ugye? És utána pedig le kell képezzek egy másik hadvezért, és leképezni neki szintén néhány egységet, hogy védje ugye az afrikai területeket. Mert ki tudja, hogy mikor jelenik meg egy újabb inváziós csapat. És hogy hol jelennek meg, és hányan ugye. Bár a legjobb az egészben, hogy a bevételem az növekszik. Ja, plusz kaptam ilyet, hogy plusz két lakosság növekedés. Plusz három adó. Wow. Plusz 3%. Nem rossz. De valójában ez a technológia kéne. 25%-kal több lőszer a katonáknak védekezéskor. Az kéne nekem, de nagyon. Itt egy kicsit probléma van a sanitation-nel, de majd helyreáll. Á, valójában előbb ez a technológia kéne. Nem, legyen ez, kell az az extra lőszer, mert hogyha jön az ellenség, akkor bajban leszünk, hogyha nincs elegendő nyilvesszünk. Irány ide. Mert ugye a páncélozott Sagittarii-jászok, azok egész jók. Oké, valójában ezt a várost úgysem támadják, szóval el kéne foglalni ezt, tehát oké. Ugye Tingiszt, bár ahogy mondtam, új sereget kéne indítani. Valójában ezen változtatni kéne, akkor ezek már nem kellenek. Kell olyan, hogy Spotatory Lunge-ást majd tudok útközben képezni, kell akkor a fejszés, ugye 4 darab. Meg ugyanúgy tudok képezni Scout Equities-t is útközben, szóval
Oké. Okay. Elég gyorsan tudom képezni ezen a területen ugye a katonákat. Nem kaptam amúgy valami jobb papot. Radikál, nem. Oké. Okay. My wits and words are yours. Ennyi az egész, hogy nem tudom 3 szintre fejleszteni ugye a templomokat, mivel nincsen LED. Amúgy erre kell a márvány, hogy a Royal College épületet tudjak építeni. Ó, valójában a wine market az ad közrendet is. Miután kifejlesztettem minden technológiát, a library-ket át kell építsem majd a borkereskedelemre. Ja. Az jó lesz amúgy. Legjobb az egészben ugye, hogy ha borkereskedelem lesz, ugye egy az, hogy 3-as szinten jó bevételt ad, 4-es szinten nagyon jó bevételt ad, 2000 dénár, Wealth from Commerce. Fejleszti az utakat, de a legjobb, hogy 15%-kal növeli a kultúrai épületekből a bevételt. Ergo ebből, ami 4-es szinten 825 dénárt ad, plusz ugye 4-es szintre építve a Wine Merchant, ugye 15%-kal megnöveli. Az egész jó. Az a kettő épület együtt ugye egész jól működik. Na ja. Nem lenne rossz. Amúgy le tudnák képezni még egy bajnokot, ugye? Persze, és kell is ennek a seregnek. Evokát, nem. Nem. Legyen az evokát, vagy ez. Legyen ez. Rendben, és... nem kaptam véletlenül ilyen sanitation-i bónusz. Nem. Oké. Okay. Sajnos, pedig jó lett volna. Valami olyasmi, ami csökkenti a gyalogság fenntartását? Hát nem mondanám, de van 5%, oké. Okay. Az is valami. Hány kör még itt átépül az épület? 4, wow. Rendben, legyen egy körváltás. Most már csak ledet kéne szerezni, ugye, és port, mármint szőlős területet, ugye. Mert ahhoz, hogy tudjak építeni ilyen borkereskedő épületeket, vagy piacokat, ahhoz kell ilyen provincia, ugye, ahol speciálisan port állítanak elő. Oh. Disease spread. Oké. Okay. Bár valójában csak ez a csávó. Ha nem vagyunk a városban, akkor gondolom nem kapják el a járvány, remélem. Average. Van 2 halász kikötő is, szóval maradhat ez. Oké. Okay. Élelem szerintem mindig lesz így. Hát szerintem, hogyha tipasát megtámadják, veszíteni fognak. Remélem. Valójában cirta, ami ugye nagyon védtelen. Áll a játéknak. Hogy ugye elvette a izét a... az extra városi őrséget. 2, 4, 6, 7, ó, várjunk, mi kell ez Scout Equities. Valójában nem kéne ebbe a seregbe Equities promote-it inkább. Bakker.
Ja, legyen inkább Equities Promoti. 2, 4, 6, 8. Ja. Ebben a seregben most már Equities Promotik lesznek. És arra gondoltam, hogy idején le is hívok egy hadvezért, aki pedig itt fog kempelni. Például téged. És várja a izéket. Várja az ellenséges csapatokat. Már szerintem izé... ellenség, inváziós csapat több helyen fog megjelenni, például itt is. Ezt át kell építsem. 7 kör, de nem probléma. Igaz, hogy extra városi őrséget nem ad, de erősebbek lesznek a falak és a tornyok is, ha minden igaz. Oké, ez a csávó ide már valójában nem kell. Mert van némi városi őr. Mennyien védik például Tingis városát? Amúgy ott Tingisben van ilyen speciális fa, ami nekem kell ugye ahhoz, hogy... Hol tudom? Igen, ahhoz, hogy kanálisokat tudjak építeni. Az egész jó. Na jó, legyen akkor egy körváltás. Szeretném helyreállítani a provinciát, ugye amiket eddig megszereztem. Még mielőtt elfoglalom az utolsó provinciát ugye Afrikában. Oh. Oké, okay, valójában itt jó a városi őrség, ugye? Ja, erős. Ő egy csomó teve. Wow. Oké, okay, ugye a játék azt mondja, hogy 50-50 százalék, szóval nem kéne hibázni, a lényeg az. Ezt valójában csak úgy lehet elveszíteni, hogyha hibázok. Azt pedig nem kéne. Úgy valójában elfoglalhatnám ugye Korzikát és Szardéniát, csak kell hozzá egy flotta. Meg ugye egy sereg. Annyi az egész, nem szeretnék túlságosan sok sereget leképezni, mert akkor nem lesz bevételem. És ugye, hogyha elfoglalok különböző provinciákat, és nincs elegendő bevétel ugye, akkor az a probléma üti fel a, vagy felüti ugye az a probléma a fejét, hogy nem fogom tudni átépíteni az épületeket, amiket ugye elfoglalok. Azért egy olyan 8-10 ezer dénár bevételem kéne mindig legyen, csak azért, hogy gyorsan tudjam átépíteni ugye az épületeket, ugye, amiket elfoglalok az ellenségtől. Mert ugye simán le tudnák képezni még egy sereget és egy flottát, de akkor tényleg, hogy nem maradna bevételem. Már egy kicsit szerintem túl sok lenne. És ugye a megszerzett területek pedig nem adnak hú nem tudom mennyire sok pénzt, ugye? Így hát egy kicsit úgymond spórolni kell, a lényeg az. Oké, okay, valójában ennek a hajónak annyi, de mindegy. Ezek pedig, ahogy elnézem, lehet veszítenek. Ha pedig győznek, úgyis jó. Ha ezeknek az íjászoknak amúgy tényleg jó lenne az az extra izé. Az az extra lőszer. Már rengeteg ellenséget elintéznek, te jó ég. Ja, ott egy teljes csapatot kilőttek, garamantiai lancer. Ja, ezek az páncélozott Sagittáriájok, nagyon jók amúgy. Ezek kifogytak, de nem probléma, itt még van egy egység, ugye? Ja, szerintem simán legyőzzük őket. Meg vagyok lepődve az íjászaimon. Elég gyorsan lemészárolták az ilyen tevéseket, meg lovasságot. Wow, hadvezére menekül. Lol. Oké, na most a játék nem mondta be, hogy a hadvezér meghalt, de szerintem meghalt.
Oké, lovassággal le kéne támadni ugye a karittyásokat, csak egyelőre védik őket ilyen izék. Amúgy a hajósok alul maradtak, de majdnem elintézték azt a csapatot. Majdnem. Oké, feladták. A lovassággal jó lenne még elintézni néhányat. Az íjászok egész jól nyomták. Wow, több mint 180 killja volt az egyiknek. Ah, mindegy valójában. Egész jól nyomták az íjászok. Amúgy az az extra lőszer amúgy nagyon jól jönne. Az nagyon kéne. Ugye 25%-kal több lőszerük lenne. Enemy killed in battle. Remek. Oké, de hát vissza kéne helyezni egy csávót. És te ide, te pedig szintén helytartó. Ide. Te oda. Oda. Ez a csávó, várjunk. Ez helytartó, miért van itt? Egyelőre nem tud ide menni, oké. Okay. Jó, akkor ő oda. Király. Úgy miért nem ez? Nincs elég... nincs elég befolyása. Megrongálták itt az épületeket sajnos. Már itt mínusz 45 élelem, wow. Ez ad ugye 20-at. Ez ad. Szintén 20-at. Az csak 40. És így is mínusz 45 van. Én még ezt meg akarom építeni 3-as szintre. Még elvesz 40-et. Ah. Ezt lerombolom, mert át kell építsem a sanitation épületet ide, ide pedig farmot. Ja. Igen, pont hogy úgy lesz. Jó, ide még kell egy csapat Equities promóti. És akkor még néhány ilyen lándzsás. Na ja, kissé leesett a bevételem, de nem probléma. Oké, itt mínusz 13 élelem van. Ám bár, ha ez megépül, ugye akkor kapok 20-at, ha ez megépül, kapok legalább, nem is tudom, vagy 50 élelmet. Szóval jó lenne 3-as szintre építeni. Ez nem kell. Pedig két kör, és akkor lesz még több városi őr. Ugye ide kéne, izé... ez már... Guardhouse-t kéne építeni? Ja, szerintem igen. Az jó lenne. Valójában kellene nekem olyan, hogy a kémek, mivel kéne csökkenteni, ugye a korrupciót. Annyi az egész, ezt a kémet arra használom, hogy nézzem, hogy hol az ellenség. Már még mindig nincs élelmük amúgy. Foglaljam el? Ja, miért ne? Oké, valójában ez egy gyengén védett város, mivel bár nincsen élelmük, ezért... városi őrség mindenhol le van gyengülve.
Oké, és méghozzá kifosztom, mert hát miért ne. Teve farm. Wow. Az nagyon jó. Mármint valójában 100 élelmet ad. A teve farm akkor a legjobb, meg azokon a helyeken a legjobb, ahol ugye a földnek a termékenysége nulla. Mármint semmilyen extra bevételt vagy élelmet nem ad. Már most jelenleg a teve farm annyira nem jó, hiszen ha meg is javítom, 100 élelmet ad. Átépítem, akkor valójában több élelmem lesz. És több bevételt is adna. Mert ugye 300 wealth from animal husbandry, és 250 wealth plusz 250, szóval az már 550, plusz 50 bevétel minden egyes földnek a termékenysége után, szóval plusz 50x5, igen. Szóval, ja, ezt át kell építeni. Ez ide nem kell, ez marad. A főépület pedig azt megjavítom, mert azt át kell építsem. Minusz 10 sanitation. Wow. Oké. Okay. Az jó sok. Ó, király, itt van Kanat Network. Ezt valójában átfogom, vagyis nem, ezt valójában nem fogom átépíteni, csak akkor, hogyha már 4-es szintet tudok építeni, mivel ez ad közrendet, és egy csomó sanitation-t. Szóval ezt a területet el kell foglaljam amúgy. Na ja, 7 kör meg lesz ugye az átépítés. Jön az új seregem, ahol az új sereg ugye, ami itt van, jön majd ide, védekezik itt. Ez a sereg pedig irány erre, és akkor el kell foglalni ezt a várost, és Tingiszt. És akkor meg lesz a teljes provincia, és utána pedig szerintem egy kicsit megállok úgymond a terjeszkedéssel. Oh, hello. És kiépítem a városokat. Amennyire csak lehet, mert ugye közben megy a technológia fejlesztés, meg minden. Kevés élelem van. Bár ha ez megépül, akkor lesz még több. Oké, okay, ezt azért tovább fejlesztem, mert hát az extra élelem az kell. Ezt egy szinten lerombolom. Egyefene, amúgy is átépítem. Na ja, valójában amúgy a teve farm az kiváló egy épület. Sőt, például mikor más népekkel játszol, ugye nem keleti népekkel, és elfoglalsz egy területet, ahol van teve farm ugye a keleti provinciákban, ott általában ugye a földnek a termékenysége nagyon gyenge. Ezért a teve farmokat valójában nem jó lerombolni, mert át is építed más farmra, ugye nem fog annyi élelmet adni nagy valószínűséggel, mint a teve farm. Mert ugye a úgymond rómaiaknál például, vagy a germán törzseknek ugye számít az, hogy mennyire termékeny a föld. És ugye a keleten nem annyira termékeny a föld, mint ugye nyugaton, szóval meg kell nézni ugye, hogy mennyire termékeny a területen a föld, és akkor el kell dönteni, ugye ki kell számolni, hogy oké, és hogyha átépítem, akkor valójában megéri, vagy nem éri meg. Ad majd annyi bevételt ugye, vagy élelmet, hogyha átépíted, mint a teve farm, vagy többet, vagy veszítesz ugye a végén élelmet, átépíted. De általában ugye a legrosszabb a földnek a termékenysége az ugye bár szaszanida területeken általában ott rossz szokott lenni. Vagy például ugye lent a Vörös tengernél ugye, ahol van ugye melyik frakció is az már. A fene tudja. Nagy az egész, nem jut eszembe a neve. De ugye ahol minél sivatagosabb ugye a terület, ott rossz a földnek a termékenysége. Általában ott szokott lenni ugye azok a népek tudnak teve farmot építeni, az pedig rendes jó sok élelmet ad, és bevételt is valójában. És ugye nem befolyásolja a klímaváltozás, ami szintén egy nagyon fontos dolog. Teve farmot nem befolyásolja a klímaváltozás. Ott
többi farmot ugye a játékban, azt igen. Oh. Mindegy. Na, itt pedig csak járvány lett. Minusz egy sanitation-on van ugye. Én a hármas szint. Bár még mindig ezt a technológiát fejlesztem. Na mindegy, ma idővel meg lesz. Az, hogy most néhány helyen van egy kis probléma úgymond, az annyira nem vészes dolog. Erőltetett menettel pedig irány erre. Úgy hány körön keresztül tart? Nem igazán írja, de oké. Rendben, akkor ide mi is kéne? Ilyen guardhouse. Ready for battle. Oké, itt valójában átépítették a főépületet, szóval most már rendes városi őrség van, szóval ez a sereg irány erre, erőltetett menettel, el kell foglalni azt a várost. Ó, ezeknek nincs élelmük. Jó, gyenge a városi őrség. Na jó, ezt át kell építeni, ezt... Valójában itt nem érdemes izét építeni. Gabona farmot, mert mind a három városnak ugye van kikötője, ezért rengeteg halászkikötőt lehet, szóval legyen teve, vagyis tehénfarm. Nem kell, ezt meg kell javítani. Minusz 5 sanitation, wow. Rendben. Ezt meg kell építeni, ezt szintén meg kell építeni. Ja nem, várjunk, valójában lerombolni kell, meg kell cserélni. Ide kell farm, ide pedig sanitation. Na, kicsit probléma van az élelemmel. Itt nagyon nagy probléma van. Bár ha ez megépül meg, ez akkor már sokkal jobb lesz. Főleg, hogyha még ide majd építek, ide majd egy farmot. Legyen még két lovas, egyefene, van bevételünk. És baj van a sanitation-nel. Minusz egy. Tűrhető. Nincs véletlenül ilyen? Nincs. Pedig jó lenne. Ja, ami öt közrendet ad, és öt sanitation-t. Ipor Regiusban tovább kéne építeni a főépületet, mert hát miért ne? Pénzünk az ugye megvan rá. Már lehet probléma... Nem, valójában nem okoz problémát a sanitation, mert pont hogy egy ponton van. Remek. Legjobb az egészben ugye, hogy ezek a templomok, vagy mi ez, ozmózis termelnek ugye, és így minden övé átterjed a görög kereszténység. Várjunk, ha ezt a csávót elhozom innen, itt akkor is növekednie kell a görög kereszténységnek szerintem. Ja. Igaz, egyelőre még a területen van. Nem, valójában nincsen. Oké. És nem, így csökken. De ha ez megépül, akkor valójában lehet, hogy már nőni fog. Összesen 10, ez pedig 3, ez pedig szintén 3. Oké. Fogalmam nincs amúgy, hogy működik, hiszen ennek a vallásnak van 3 befolyása. Ugye? Ennek a városnak szint, vagyis a város vallásnak van 3 befolyása, ugye, az árián kereszténységnek. Ennek a latin kereszténységnek pedig szintén 3. És mégis növekszik annak ellenére, hogy a görög kereszténységnek van 10-es befolyása.
Fogalmam nincs, hogy hogy lehet ez. Fogalmam nincsen. Vagy lehet növekednie, de csak minimális százalékig? Talán. Nem tudom, de a lényeg az, hogyha tovább tudom majd ezeket fejleszteni, ugye akkor szerintem helyreáll a probléma. Remélem. Szeretném ezt a papot áthozni ide. Na jó, legyen egy körváltás. Ott volt egy vizigót admirális, ha minden igaz. Az nem jó. Nem szeretném felfedezni a vizigótokat, hogy őszinte legyek. Ám bár, ha fel is fedezem őket, szerintem nem támadnának meg. Mivel túlságosan messze vagyok, és nagy valószínűséggel azért van nekik is egy csomó ellenségük. Oké, okay. Itt megy az átépítés, ugye? Oké, okay, az a sereg valójában, ha erőltetett menettel is megyek, ennek a seregnek semmi esélye nincsen, mivel nincs élelmük, szóval nem sok esélyük van ellenünk. Kéne még több zia, ugye? És irány erre. Vagyis valójában Belisarius sokkal többet tudna lépni. Oké, okay, ahogy elnézem, az erőltetett menet nem ad extra lépési pontot. Irány ide. Itt lázadás lesz, de nem probléma. A következő körben pedig el is érem a várost. Wow. Tök jó. Ezt a sereget szabotáljuk. Még véletlenül se okozzanak problémát. Oké, okay, itt pedig csak csökken. Én megépítem ezt is? Hát, ha utána növekedni fog. Ha meg nem, akkor valójában ezt kellene aktiválni. Ja. Az majd megoldja. Jó. Irány előre. Valójában egész ide kéne eljöjjön. Valójában Zeal kéne ennek a csávónak. Nehogy véletlenül ellenséges ügynökök csak úgy elintézzék. Rendben, akkor ugye ezt le kell romboljam, akkor ide építünk farmot, ide pedig sanitation épületet. Minusz 5 sanitation, wow. De valójában ezt nem fogom átépíteni soha, mivel több sanitation kapok így, mint hogyha átépíteném. Na ja. Valójában ugye a vízvezeték rendszer hiánya az nagyon nagy problémát okoz. Talán a legnagyobb problémát. Bár lehet, hogy ide is építek majd egy vízvezetékrendszert idővel. Ha nagyon szükséges, persze. Legyen még kettő ilyen, meg még... Ha legyen még néhány. Remek. Élelem az van, sőt még ezt is fejlesztem, és ezt is. Hát a guardhouse-t ugye nem érdemes, mivel extra városi őrt nem ad. Itt pedig minden oké, és ez a csávó jó lenne, hogyha majd elérné ezt a Master of Offices, mert akkor 5%-kal ugye
mindenhol olcsóbb lenne az építkezés. Ami hát elég komoly dolog. Azért 5% az... ugye már egy épület minél drágább, annál többet ér úgymond az az 5%. Ami egész jó. Valójában egyelőre egész jól állok. A legnagyobb problémát az okozza ugye, hogy nem tudom, hogy mikor jelenik meg a következő invázió, és hányan, és hol. Ez a legnagyobb probléma. Oh. Csak tudnak lépni. Vagy csak próbálják megmenteni ugye a várost. Malacánál pedig jó sokan vannak. Várjunk, az provincia a főváros, és hogyha jól látom, akkor ott van bor. Vagyis szőlőtermelés folyik. Oda lehet ilyen speciális szőlőst építeni, ami ugye ellátja majd a birodalmat. Tudnák majd építeni ilyen borpiacokat, ugye? Oké, okay, kicsit ugye leesett a bevételem, mivel... Oh, Empire, oké. Okay. Amúgy azon gondolkodom, hogy valójában rossz felé haladok. Arra gondoltam, így hirtelen, elfoglalom egész Mauretániát, ugye? Utána visszavonulok a sereggel, és irány Itália. Mert valójában nekem ott van a célpontom. Nekem az kell. És nem tudom azt, hogy mi fog történni, hogyha például van egy olyan, hogy a Reformation of the Western Empire. Legyen 40 régióm, és akkor to gain diplomatic option, join empire. De kivel? A kelet-rómaiakkal? Na ja, nem tudom, de majd ki fog derülni. Vissza kell majd hívjam a seregeimet, és akkor átmegyünk... talán először Karalész, utána pedig Szicília, vagy előbb Szicília, és akkor itt föl... Ezeket itt lezúzzuk, rómaiakat is lezúzzuk, ám bár ha minden igaz, nekik annyi katonájuk van, mint a fene. Wow, elkezdtek terjeszkedni. Jól tudom, nekik van egy ilyen csomó katonájuk a rómaiaknak. Sőt, ha jól tudom, leginkább scriptel csapatok, vagy valami ilyesmi. Nem tudnánk még Ziót fejleszteni, de tudok. Király. Autori... Oké. Okay. Ziót már nem igazán lehet. Oké, okay, itt pedig elmúlt a járvány. Már még így is minusz egy sanitation. Ha ezt megépíteném, ugye akkor meg is oldaná a problémát. Tovább kell fejlesszem. Oké, itt ugye megjelentek a lázadók, de az nem probléma. De kell építsek ilyen épületet, ami extra városi őrséget ad. Hova lett ez a sereg? Átfutottak ide? Na ja, ám bár... Csomó teve! Ugyan már! Oké, valójában nem a legjobb arány ezért ostrom. Ugye ezt a várost most nem hagyhatom itt, mert akkor egyből megtámadnák. Rendben, akkor ugye ide kell a sanitation épület. Azon gondolkodom, hogy kell nekem ez, vagy legyen ilyen farmom, tehén farm. Mármint, még van ugye a kikötő,
Legyen ez. Szerintem lesz elegendő élelem egyfolytában. Lesz probléma az élelemmel. És van ugye ebben a provinciában egy csomó élelem. Igaz, hogy még kell ez is. Valójában kéne márvány. Lehet, hogy le kell majd romboljam ezt a barakkot. Mert kellene izé márvány, ugye. De egyelőre nem rombolom le, mivel amúgy sem tudom építeni ugye a 4-es szintű épületet, mert nincs meg hozzá technológia. De valójában jó lenne 4-es szintű épület. Adna pluszba 6 közrendet. És egy csomó pénzt ugye, 325 dénár. Meg némi sanitation-i problémát, de nem probléma. Meg ugye 50 élelmet vinni el. Itt mindenhol mínusz egy sanitation, wow. Vajon miért? Ez a visz egyet, ez ötöt, ja hat, oké. Okay. Ez kettő, három. Három. Oké, okay, itt mínusz egy, igen. Szintén mínusz egy. Ez elvisz négyet, ugye? Ez hat. 7, 8, ezzel meg lesz 9. Nem probléma, majd lassan megoldódik az a problémánk is. Minusz 4 sanitation van. Valójában ide építenék egy hadászati kikötőt az extra városi flottáért. Tudom, hogy akkor kevesebb izé lesz. Kevesebb élelem, de valójában van azon kívül még két hely ugye, ahol lehet halászkikötőket építeni, szóval nem probléma. Szerintem az élelem azzal nem lesz gond. Kár, hogy bevédték a várost, jó lett volna elfoglalni, mivel megoldaná ugye a szennyezettségi problémát, de most már kicsit kell ostromolni. Igaz ugye, hogy mivel nincs élelmük, ezért minden körben veszítenek katonákat. Úgy a seregből, mint a városi őrségből például. Oké, okay, valójában meg elmennek. Nagyon helyes. Na ja, amúgy meg tényleg szerintem hülyeség lenne, hogyha Ibériát foglalnám el, és nem Itáliát. Mert nekem nem az a küldetésem, úgymond. És szeretném megszerezni Itáliát, ugye. Felszabadítani a rómaiakat. Jó, ez jó volt. Kell ez meg ez. És... meg kell javítani. Ide pedig kéne guardhouse, ugye? Ja. Az extra városi őrség nem árthat. Anfába pedig... le kell romboljam. Hát kell építeni. Meg kell építsem, ha minden igaz. Meg kell javítani, ezt pedig szintén át kell építeni. Szép volt. Még mindig nincs élelmük, ha minden igaz. Nagyon helyes, ne is legyen. Szerintem amúgy itt is fognak megjelenni ellenséges csapatok. De vajon mikor? Nem kaptam ilyen jelentést, hogy megérkeztek, vagy valami? Sajnos nem. Van 50 élelem.
Oké, ha ez megépül, akkor marad elegendő. Szintén 3-as szintre kéne építeni. Valójában közrendet tudok majd ilyen technológiákkal szerezni még amúgy. Minden igaz, akkor van még olyan technológia is, ami adót növel, mondjuk ez a legutolsó. Azon kívül itt van még egy, ami 3%-kal növeli az adót. Ja, az egész jó a 3%. Á, ez a technológia mondjuk már 10.000 dénárba kerül. Bár csökkenti a templomok építését például, és tudnánk 5-ös szintű latin patriarchal szit építeni. De hát valójában mi görög kereszténység vagyunk. Olyan épületem nincs is. Oké, okay. Rendben. És nem hiszem, hogy át fogok állni latin kereszténységre, szóval... Ja. Ám bár lehet, hogy idővel jobb lenne átállni, mivel Itáliában, ha minden igaz, ott latin kereszténység van. Mármint jó erős latin kereszténység. Amúgy azt hiszem, hogy zárom a videót, megtámadom a Tingiszt és zárom a videót. Ó, berber szeparatisták. A sword was drawn. Vizigót szeparatisták pedig békét akarnak. Amúgy meg vagyok lepődve, mennyi szeparatista frakció van. Valahogy az AI nem tudja ugye hordában tartani a lojalitást. Jó, hát ez... nem, valójában zárom a videót most, és akkor majd a következő részben megtámadom Tingiszt, meg ugye el kell verjem a szeparatistákat is, mivel kikötöttek. Ezért előbb őket, utána pedig el fogom foglalni a várost. Na jó, ám bár kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!